Hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok, akár itt a helyszínen, akár az M4 Sport képernyői előtt figyelik a következő egy órát, hiszen megtudjuk, hogy 2023-ban merre is harad a Tour de Hongria magyar országúti kerékpáros körverseny, minden idők egyik legnagyobb kihívását jelentő útvonalának bemutatása következik. Mielőtt azonban erre rátérnénk, kérem engedjék meg, hogy néhány vendégünket külön is köszöntsem itt sorainkban, hiszen itt van velünk dr. Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára. Révész Máriusz, a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója. Egy olyan úriember, aki ugyanabban az évben nyerte meg a Tour de France-t, előtte a Giro-t, és nem mellékesen a világbajnokságot, erre nem sokan voltak képesek. Egyben egyébként az idei Tour de Hongrie nagykövete is Stephen Roach. És itt van velünk Eisenkrammer Károly is, a Tour de Hongrie főszervezője. Ezen kívül pici spoiler veszély lenne, úgyhogy külön a rajt és céltelepülések polgármestereit nem mutatnám be, de természetesen valamennyiüket köszöntjük itt nagyon nagy szeretettel. Ezen kívül valamennyi szponzor képviselőnket, a partnereinket és a média képviselőit is, hiszen hála Istennek jó sokan vannak velünk. Jó napot kívánok Önöknek is, és természetesen valamennyi szurkolónak, aki figyeli, hogy merre is halad majd ez a mostani viadal. Pontosan 70 nap múlva, május 10-én rajtol el a Magyar Országúti Kerékpáros Körverseny, amely az évek során egyre magasabban és magasabban jegyzett lett. Nyilván a szintet lépünk kifejezéssel nem először és nem is utoljára találkoznak itt ma délután, hiszen az elmúlt időszakban a Tour de Hongrie valóban egy egyre színvonalasabb verseny lett, és mostantól kezdve a szervezők célja az, hogy minden egyes évnek, ahogy a nagy filmek második, harmadik részénél szokott lenni, egyfajta alcímet adjanak. Idén ez a szintet lépünk. Most megkérem Révész Máriuszt, hogy kicsit foglalja össze nekünk, hogy miről is szól az idei szintlépés. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt főpolgármester úr, polgármester urak, szintet lépünk. Ez a mai napnak a címe, mai rendezvény sorozatnak, amit itt fel szeretnénk vezetni, és valóban nagyon sok szintet léptünk az elmúlt években. 8 évvel ezelőtt, ebben az időszakban egyébként a Tour de Hongrie még gondolatban sem fogalmazódott meg, bármilyen hihetetlen. 2015 márciusában keresett meg Eisenkrammer Károly azzal a gondolattal, hogy indítsuk újra a Tour de Hongriet, hiszen jó néhány év kimaradt, és mégiscsak botrányos, hogy miközben minden környező országnak van kerékpáros körversenye, Magyarországnak nincs. Emlékszem, Károly bejött a parlamentben, és képviselőket vadásztunk, hogy segítsenek rábeszélni a polgármestereiket, hogy legyenek már rajt vagy célvárosai a Tour de Hongrie-nak. Nem volt könnyű, de kaptunk egy kis segítséget, mert az a mester tervünk támadt, hogy Áder János köztársasági elnök urat kérjük fel a verseny fővédnökének. Köztársasági elnök úr ezt elvállalta, és innentől kezdve egy kicsit könnyebben ment,
De azért nem volt egyszerű ez a feladat, tehát márciusi gondolat után augusztusban a Tour de Hongrie az már száguldott Magyarország útjai. Innen indultunk. A következő évben sikerült szintet lépni, és már nem is tudom, talán a Sport TV-ben már valami kis rövid összefoglalók megjelentek, aztán a következő évben megint léptünk tovább, és minden évben tudtunk egy kicsit előrelépni. Nagyon nagy változást jelentett, amikor a kormány elfogadta azt a javaslatunkat, hogy a Tour de Hongrie-ra készítsünk egy 5 éves fejlesztési tervet. Ezt az 5 éves fejlesztési tervet elkészítettük, és ebben is az szerepelt, hogy minden évben egy kicsit megyünk előre. És mentünk is, évről évre egyre erősebb lett a Tour de Hongrie, és egyszer csak sikerült elérnünk azt, hogy a Giro-nak a nagy rajtja az Magyarországra jön. És amikor Magyarország jött a Giro nagyrajtja, akkor abban az évben nem is egy szintet léptünk, hanem legalább 4-5 lépcsőfokot ugrottunk előre. Karcséknak volt egy zseniális ötlete, amit én először bevallom, hogy ostobasságnak tartottam. Az volt a zseniális ötlet, hogy amint a Giro versenyzői eltávoznak Magyarországról, folytatódjon egyből a Tour de Hongrie, vagy kezdődjön a Tour de Hongrie. Nem is értettem, hogy miért jó nekünk a Giroval ezt együtt rendezni, de aztán elmagyarázták, hogy a mestertervnek az a lényege, hogy ide jönnek a világhír Whirlpool csapatok, itt van az összes felszerelésük, és a versenyzőket ugyan átreptetik repülővel Szicíliába, de a kamionok, buszok, csapatautók itt vannak, és innentől kezdve egyszerűbb ezeknek a csapatoknak egy második sort ide küldeni. Hittem is, meg nem is, hogy ez működni fog ez a gondolat, de működött. És eljutottunk 2020-ban oda, hogy bár a Giro elmaradt, de azok a csapatok, akik megígérték, hogy itt lesznek a Tour de Hongrie-n, azok az őszi időpontban a Tour de Hongrie-ről el is jöttek. És annyira jó sikerült ezt a versenyt megszervezni, hogy aztán a következő évben is eljöttek, mert jól érezték magukat Magyarországon. Azt mondták, hogy nagyon sok ennél magasabb besorolású verseny nincs úgy megszervezve, mint ahogy a Tour de Hongrie szervezői ezt a munkát elvégzik. 2021-ben már elképesztő erős mezőny volt, és amikor 2022-ben elértük azt, hogy a Giro, ugye mi vagyunk az egyetlen ország a világon, aki 2 évente elnyerte a Giro-nak a nagy rajtját, tehát amikor elértük azt, hogy 2022-ben a Giro újra Magyarországon induljon, akkor bekövetkezett az a hihetetlen történet, amit tulajdonképpen lehetetlennek tartottam, hogy a Tour de Hongrie-n olyan sprinter mezőny volt, ami talán még erősebb volt, mint akik a Giron versenyeztek, és előállt az a helyzet, hogy Hollandiában, Karcsi mutatott ilyen lapot nekem, a Grönevégen Jakobsen Tour de Hongrie párharc, az hamarabb jelent meg, fontosabb hír volt a holland sajtóban, mint a Giron-nak a befutója. Tehát idáig jutottunk, és ugye az a kérdés, hogy ezt a 2022-es évet, ezt hogyan lehet még túlszárnyalni, a 2023-as esztendőben. És azt hiszem, hogy sikerült ezt a szintet is meglépnünk, vagy sikerülni fog ezt a szintet is meglépnünk. 2 mindenképpen lényeges momentumot szeretnék kiemelni. Az egyik az az, hogy a Tour de Hongrie verseny besorolása az emelkedett. Pro Series verseny lettünk, nagyon sokan dolgoztak ezért az elmúlt években, és azt hiszem, hogy nagyon sok sikeres versenyt kellett megszervezni, hogy ide eljussunk. Nagyon nagy a konkurencia, Európában több versenyt töröltek a Pro Series kategóriából, mint ahányat elengedtek, és lényeg az, hogy a több verseny ellenére a Tour de Hongrie-nak sikerült ide bekerülni, ehhez mindenképpen gratulálni szeretnék a szervezőknek. A másik terület, amiben sikerült szintet lépnünk, az volt, hogy volt már tavaly, meg tavaly előtt, meg az elmúlt években Tour de Hongrie, de nem volt olyan csapat, magyar csapat, aki elindulhatott volna ezen a versenyen. Én nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült egy magyar kontinentális csapatot létrehozni. Van egy magyar kontinentális csapat, amelyik el tud indulni a Tour de Hongrie-n, és ez azt jelenti, hogy az idei évben sokkal több magyar kerékpáros fog indulni a Tour de Hongrie-n, mint az elmúlt években. Ugye a Minnali Kede is mondta, hogy kell egy csapat. Tehát van egy nagyszerű versenyünk, idén is számíthatunk világsztárokra, és már a magyar válogatotton kívül van egy magyar csapat, aki ezen a Tour de Hongrie-n el tud indulni. Ugye a magyar kerékpáros körverseny az nem csak egy sportesemény, hanem a magyar kerékpáros sportverseny arra is jó, hogy megmutassuk Magyarországot az egész világnak. Idén is közvetíteni fogja az Eurosport, és szinte minden földrészen látható lesz a Tour de Hongrie, és azok a városok, amelyek rajt vagy célterületen vannak, azok a települések, amelyeken keresztül halad a Tour de Hongrie,
azok az egész világnak meg tudják mutatni magukat. Amikor Karcsékkal elkezdtük a Tour d'Hongrie szervezését, említettem, hogy hát nagyon nehéz volt rajt és célvárosokat találni. Most eljutottunk oda. Igazából vágytunk erre az állapotra, de nem mindig kellemes, amikor már megsértődnek azok a városok, akik nem tudnak rajt vagy célhelyszín lenni. Úgyhogy nagyon bízunk abban, hogy a Tour d'Hongrie-t azt még sokáig tudjuk folytatni, sokáig tudunk szintet lépni, és egész Magyarországot szépen lassan be tudjuk mutatni a világnak. Én nagyon bízom benne, hogy egy nagyszerű verseny lesz, és a Vuelta és a szervezők pont ugyanolyan jól meg fogják szervezni ezt a versenyt, mint az elmúlt években. A magyar versenyzőknek, akik pedig szintén szép számmal fognak elindulni, sikeres versenyzést és eredményes futamokat kívánok. Köszönöm szépen! Nyilván nagyon jó látni azt, és a magyar szíveknek pláne a legkellemesebb figyelni, hogy évről évre mennyit fejlődik ez a verseny, de most kapunk egy betekintést egy igazi legendától, aki jó néhány versenyen vett részt, és rengeteget látott utána. Úgyhogy most kérném Steven Roachot, hogy fáradjon ide mellém a színpadra, és kérjék neki egy nagyon nagy tapsot természetesen. Csak egy Giro és Tour győztes van a körünkben, aki egyben világbajnok. First of all, Steven, what about your opinion about the Hungarian Tour of Cycling, the Tour d'Hongrie? Because, you know, for us Hungarians, this is the most important race in the whole calendar, but we are usually saying it's a huge race. What about your opinion? There are many, many races in my lifetime, international races in big countries. Hungary is by no means a small country, but when I see the enthusiasm by the people, by the organization of the event here in Hungary, I say this kind of small country has an incredible amount of passionate people who enjoy cycling. And from the different Tour of Hungary I saw last year and the previous years, every year is getting better. And I must say it's definitely up there amongst the big tours. Elmondta, hogy természetesen járt nagy országokban, nagy versenyeken, kis országokban is járt versenyeken. Magyarország nyilván nem egy óriási ország, viszont hatalmas a szenvedély, ami a kerékpársportot szereti és fogadja a szurkolók körében. És nyilván ez most egy kicsit másfajta verseny lesz, mint az előző évben látott, de természetesen ez is legalább azt a szintet hozza, hanem még magasabbat is. What do you think about the route, of course, without revealing any huge thing about it? Most az útvonalról kérdeztem. It's never really the route that makes the race, really. It's the riders that come, they make the race interesting. Every year it's good to have a change in itinerary, sometimes flat, sometimes not so flat, sometimes some hills, so that the public can see a different kind of rider. If every year we have a sprint every day, people will say, well, we've seen it last year. Whereas I think every year having a little bit of a change, and of course Hungary is by no means flat. So it's nice to showcase to the world that Hungary is not just flat, it's got this undulating countryside, very peaceful countryside,
And also the big riders like to come for a competition that has undulating on, let's say, undefined roads, because everyone has pre-planned before, everyone knows the sprint. When you have climbs, no one knows what's going to happen. That makes more interesting for everybody. Nyilván nem feltétlenül az útvonal, sokkal inkább a versenyzők határozzák meg azt, hogy milyen lesz maga a verseny. Egyértelmű, hogy Magyarországnak nincsenek elképesztően magas hegyei, úgyhogy általában azért inkább sprint befutókra lehet számítani. Ettől függetlenül nagyon jó, hogyha sikerül olyan utakat kijelölni, amelyekben néhány domb, esetleg egy kisebb emelkedő is megtalálható, hiszen ez sokkal inkább teszi kiszámíthatatlanabbá a versenyt, már pedig ez a cél, hogy ne tudjuk előre feltétlenül azt, hogy itt majd egy mezőny hajrá dönt arra, hogy a végén kiünnepelhet, és ebből a szempontból egyébként ez az útvonal ez kifejezetten jóra sikerült. Last question about the Hungarian riders. What are your thinking about the Hungarians? In the past we had a Tour d'Hongrie winner, now we have a pretty good bunch of young riders. What can they achieve? Well, I think it's great to have this year the Continental team rider riding the Tour of Hungary this year. I think having an event such as the Tour of Hungary in Hungary will encourage young kids to get on their bikes and try and become, like when you have Walter Attila or some of the other guys that are doing it at top level, it's very easy to for a young guy to relate to one of our own than saying, I want to be like, you know, like Pogačar or Stephen Roach, for example. We know we can identify ourselves more with our own, and it's very interesting for the kids coming up. It's very important. Rendkívül fontos, hogy a magyar versenyzők is megkapják a lehetőséget, hogy megmutassák a tudásukat, és ez a fiatalabb generációt is ösztönözheti arra, hogy ők is ilyenek lehetnek. Nyilván nem mindenki születik mondjuk Pogačarnak, vagy akár Stephen Roachnak, és nem feltétlenül volt az ilyen klasszisok előtt sem egy-egy példa. Nagyon jó, hogy manapság például amiatt is, hogy lett egy magyar csapat, egyre több magyar szerepelet a hazai körversenyen, és így aztán a fiatalok is lelkesebbek lehetnek, és bízhatnak abban, hogy egy napon majd elérik azt a szintet, amit akár Walter Attila is. Stephen, thank you very much. Köszönöm. Köszönöm. Thank you. Nyilván csak ez a tavalyi évről készült összefoglaló is megmutatja azt, hogy milyen elképesztő színvonalú ez a verseny, és erre a külföldi csapatok is felfigyeltek, úgyhogy örömmel térnek vissza egyik évről a másikra, így lesz ez 2023-ban is. Ahogyan az elhangzott, azért ez többé-kevésbé egy sprintereknek kiírt verseny lesz minden évben. Nagyon jó hír, hogy a tavalyi nagy csata, Jakobsen és Grönevégen összecsapása, ha minden jól megy, idén folytatódik.
Looking forward to the Tour of Hungary this year. Last year, we had some good time there, also winning a stage, and yeah, it was really good, and also a really good preparation for the Tour de France. Hello everyone. Last year's Tour of Hungary was won with many bunch sprints. Two victories for me. It was a good preparation for the summer. So I hope this year there will be again a lot of fans, and we will do our best in the race. Hope to see you all there. Nem győzöm hangsúlyozni, ezek az urak azután, hogy a Tour d'Hongrie-n szerepelnek, jó eséllyel majd a Tour de France-on teszik meg ugyanezt, úgyhogy ebből a szempontból tudjuk, hogy miféle jelentősége van a Tour d'Hongrie-nak, de hogy mi még, és Magyarország szempontjából miért is fontos egy ilyen körverseny, arról most már Dr. Schmidt Ádámot szeretnénk meghallgatni, kérem, ossza meg velünk gondolatait. Tisztelettel köszöntöm államtitkár urat, főpolgármester urat, valamennyi városvezetőt, vezérigazgató urat, magyar kerékpáros bajnokainkat, a jelenlévő vendégeket és minden kedves tévénézőt. Kiemelt tisztelettel köszöntöm Steven Ross kerékpáros legendát, aki az esemény díszvendégeként van jelen. Ezúton is köszönjük, hogy elfogadta a megtisztelő felkérést. Örömmel mondhatom, a magyar kerékpársport fejlődési pályára állt az elmúlt időszakban, hiszen egyre több szakágban születnek figyelemre méltó nemzetközi eredmények. Hogy más ne mondjak, néhány napja ért véget a Gran Camino, ahol Walter Attila összetettben kevéssel maradt le a dobogóról, és lett negyedik. A teljesítményéhez ezúton is szívből gratulálok. A remek eredmények mellett az utóbbi években számos nagy nemzetközi versenynek adott otthon Magyarország, és minden alkalommal elismerő visszajelzéseket kaptunk a helyszín és a szervezés kapcsán egyaránt. Az, hogy a Tour de Hongrie magasabb szintre emelésével 2023-tól hazánk egy újabb kiemelt nemzetközi sporteseménynek lehet a házigazdája, nagy öröm és egyben hatalmas megtiszteltetés a számunkra. Akik rendszeresen sportolnak, azok tudják, hogy a sportban igazán nagy eredményeket nem lehet egyik napról a másikra elérni. A Tour de Hongrie nemzetközi sikeréhez hosszú évek kemény munkája vezetett, egy olyan kiváló szervező csapattal az élen, akik végig hittek az álmukban. Fantasztikus munkájukhoz ezúton is szívből gratulálok. Most ez az álom valósággá válik, hiszen idén májusban az országúti kerékpársport legjobbjai fognak versenyezni nálunk. Az ötödik budapesti szakaszon pedig szimbolikusan fővárosunkat is köszöntjük a 150. születésnapján, hiszen a versenyzők ezen a szakaszon éppen 150 kilométert fognak megtenni. A Tour de Hongrie útvonala a fővároson és azon kívül is csodás helyszíneket érint, így a közvetítésnek köszönhetően a verseny izgalmai mellett lehetőség lesz megismerni hazánk természeti kincseit és történelmünk egy-egy darabkáját. Bízom benne, hogy a versenyzők és a szurkolók is izgatottan várják már a magyar körversenyt. Egyet megígérhetek önöknek, valamennyi szereplő a legjobb tudása szerint dolgozik majd azért, hogy az idei Tour de Hongrie legyen a szezon egyik legemlékezetesebb kerékpárversenye. Végezetül engedjék meg, hogy Albert Einstein gondolatait idézzem, ugyanis a Nobel-díjas zseni sem hagyta hidegen a kerékpársport. A kiváló fizikus így fogalmazott. Az élet olyan, mint a biciklizés. Ha meg akarod tartani az egyensúlyt, mozgásban kell maradnod. Kívánom önöknek, hogy találjanak rá az állandó egyensúlyra az életükben, azaz maradjanak mozgásban. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, hajrá magyar sport, hajrá magyarok!
Higgyék el, hogy a kerékpársport, főleg az országúti kerékpársport közvetítése az egyik legbonyolultabb az összes sporták közül, hiszen itt nem egy stadionban vagy csarnokban vagyunk, és egészen hihetetlen az is, hogy 2015-ben, amikor az M4 sport elindult, akkor még csak egy félórás összefoglaló volt arról a versenyről, amiről most már minden egyes szakaszról az elsőt az utolsó méterig élő közvetítést láthatnak a közmédiában, hogy miért fontos az MTVA-nak, hogy ez így legyen, és mivel készülünk idén, arról meghallgathatjuk Pap Dánielt, az MTVA vezérigazgatóját. Tisztelt államtitkár urak, tisztelt főpolgármester úr, tisztelt városvezetők, kedves díszvendégünk, tisztelt megjelent sportoló kollégák, kedves nézőink! Rendkívüli megtiszteltetés, hogy a közmédia nevében bejelenthetem, hogy mi fogjuk közvetíteni a Tour de Hongrie-t, és mi azért is örülünk ennek, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy az év egyik legkiemelkedőbb sporteseményéről van szó, úgyhogy elemi kötelességünk, hogy ezt a sportcsatornán közvetítsük. És egyébként ez nem csak sportesemény, hiszen egy olyan kulturális és egyébként turisztikai esemény, ami úgy gondoljuk nem szerepelhet máshol, mint a közmédián. Ráadásul én azt gondolom a Tour de Hongrie és a közmédia most már közös hagyománnyal bír, összeforrt ez a két név, hiszen ahogy az előbb is elhangzott, a sportcsatorna létrejött óta folyamatosan beszámolunk erről a versenyről. Először összefoglalók formájában, majd ez kiegészült egyes szakaszok élő közvetítésével, majd legutóbb mindent élőben adtunk. És hogy ezt a szintlépést mi is képviseljük, lépést tudjunk tartani. A következő elem nálunk az az lesz, hogy nem csak időben adunk minden szakaszt, hanem az utolsó szakaszt, azt a helyszínen két kiváló kollégánk, Székely Dávid és ifjabb Knézi Jenő fogja majd közvetíteni. És reméljük azt is, hogy egyébként olyan vizuális élménnyel fogunk szolgálni, ami megmutatja nem csak az országunk nézőinknek, hanem a világnak is, hogy lehet, hogy kicsi az ország, de az egyik leggyönyörűbb a világon, és egyébként kerékpáros nemzetről van szó, és reméljük, hogy minden sportoló is egy nagy darabot visz haza a szívéből, egy nagy, jó, szép és szép gondolatot országunkról, és sok élménnyel térnek haza. Azt gondolom, hogy ezt sportszakmai szempontból is tudjuk garantálni, hiszen felkészült kollégáink vannak, amit bizonyítja a közvetítés, bizonyítja, hogy söprögető kocsinével az országunk, én azt gondolom, egy két legkiválóbb kerékpársport szakértője készíti, és reméljük, hogy tényleg ez a szintlépés ez folyamatosan a közmédia képernyőjén is látható lesz majd. Köszönöm szépen! Aki figyelt, az az utolsó szakaszról már bővebb képet kapott, viszont most az összesről kapunk. Eisenkram meg Károlyt szeretném kérni, hogy fáradjon fel ide mellém a színpadra, a Tour de Hongrie főszervezője. Karcsi, röviden, mi volt a fő gondolatelv az idei Tour de Hongrie útvonalának kijelölése mellett? Ugye volt sok adósságunk az elmúlt években, rengeteg helyre vártak minket, vagy vissza, vagy rég várt, hogy a verseny megérkezzen, és az elmúlt években főleg Kelet-Magyarországon voltunk a Tour de Hongrie-val, ugye a tavalyi év a Giro-ról szólt, nyugaton és Budapesten, így föl sem merült ez a két helyszín, viszont idén szabad a pálya, és most bepoltunk néhány eddig elmaradt lehetőséget, és igazán nyugatra, a legnyugatabbra vittük a versenyünket, és néhány olyan ikonikus nyugat-magyarországi helyszínre vittük el a magyar körversenyt, itt most fogunk látni. Ismerjük meg most az első szakasz útvonalát, május 10-én merre megy a mezőny. Szent Gotthárd egyik jelképe a város barokk temploma.
Ezen kívül gazdag programkínálata egy hagyományaira és sokszínűségére büszke városképét mutatja. A 44. Tour de Hongrie nagyrajtjának otthona a verseny történetében először az ország legnyugatibb városa, Szent Gotthárd lesz. A karaván dél-kelet felé indul útnak az őrség szívébe, majd Zalalövőnél északra fordul, hogy aztán Körmend megkerülésével haladjon tovább Szent Gotthárd felé. A versenyzők két kört tesznek meg a kijelölt útvonalon, miközben két hegyi és három gyorsasági rész hajrá vár rájuk. A 167 km-es etap egyértelműen a sprintereknek kedvez. Nyilván az összetett nem itt dől majd el jó eséllyel, és látunk egy mezőnyhajrát. Én most a nagy rajtról kérdeznélek ezzel a mostani szakasszal kapcsolatban, de előtte kérem, hogy hadd köszöntsük nagy szeretettel Szent Gotthárd polgármesterét, Huszár Gábort, aki itt van sorainkban. Szóval nagy rajt, mennyire lesz ez hasonló, mint a Grand Departance, vagy éppen a Grand Départ esetében? Nagyon számítunk arra a különleges helyszín, a különlegesség abban rejlik a mi szempontunkból, hogy a határ mentén, a szlovén, az osztrák, a horvát határ mentén rengeteg külföldi szurkoló érkezésére számítunk a magyar körversenyre. Ez egyedi hangulatot fog tudni adni ennek a versenynek. Én azt gondolom, innen rögtön is ezzel a sprintermezőnyel bizonyára vonzóak lehetünk a kerékpáros szerelmeseknek. Ez egészen biztosan így van, és kiosztják a trikókat is az első szakasz végén. Meglátjuk, hogy merre megy majd a második etap. Zalaegerszeg, amellett, hogy büszke történelmi örökségére, gyakran nevezik a virágok városának is parkjainak köszönhetően. A második etapon Zala vármegye székhelye Zalaegerszeg debütálhat a Tour de Hongrie rajtvárosaként. A mezőny útja innen Nagyvázsonyba vezet, majd a karaván délre fordul, hogy elérje a Balaton felvidéket. Három gyorsasági és két hegyi részhajrá teljesítését követően kezd helyen, a Festetics kastély szomszédságában a sztársprinterek szállhatnak harcba a győzelemért a 175 km-es szakaszon. Keszthely városa fontos úti cél a turisták számára. Többek között a Festetics kastély a település kiemelkedő jelentőségű építménye. Kérem, fogadják szeretettel Balait Zoltánt, Zalaegerszeg, valamint Manninger Jenőt, Keszthely polgármesterét. Nyilván azt gondolom, az is fontos, ami már elhangzott korábban is Révész Máriusz beszédében, hogy itt a városok versenyeznek most már, hogy rajt és célvárosok lehessenek, hogy ilyen nagy települések is becsatlakoznak. De itt azért azt gondolom, hogy a Balaton sem akármilyen tényező. Egy kicsit a tavalyi Giro adta az ötletet? Hát ha már nyugat Magyarország, akkor Balaton, és a Balaton, akkor Balaton felvidék. Igazából adta magát az útvonal. Tehát nyilván azért vannak korlátaink, ahol jó minőség utak vannak, és honnan szív képeket lehet készíteni a versenyről, a versenykörnyezetéről. Így az útvonal szinte adódott. A Balaton pedig Magyarország egyik legnépszerűbb, a legismertebb turisztikai célpontja, mindenképpen a Tour de Hongrie-nak egy fontos állomása. Mint ahogyan fontos lesz, akár az összetett szempontjából is a harmadik szakasz. Kaposvár különleges hangulata elvarázsolja az ide látogatókat. Jól érezhető, hogy a városban ápolják a múltat, fejlesztik a jelent és jelentősen tervezik a jövőt. A hegyi menők számára kulcsfontosságú 180 km-es szakasz következik május 12-én. Egy kaposvári kört követően a mezőny délre fordul és az óramutató járásával megegyezően két kört tesz meg a meccsekben. A legnagyobb kihívást a Bárány utca jelenti majd a bringásoknak. A másfél kilométer hosszú, átlagosan 11%-os emelkedőt háromszor kell leküzdeniük, mielőtt a pécsi állatkert előtt célba érnének. A három gyorsasági és a hat hegyi részhajrá, illetve a 2500 méter feletti szintemelkedés izgalmas etapot ígér. A meccsek lábánál fekvő Pécs nem csak történelmi kincsekben gazdag. A vármegye székhely környékén található neves borászatok is várják a kóstolni vágyókat. Megtisztelő, hogy itt van körünkben Dér Tamás Kaposvár alpolgármestere és Péterfi Attila Pécs polgármestere is. Jó napot kívánok!
Végig mosolyogtad ezt az útvonal bemutatót. Miért? Igen, hát Pécs belvárosában az állatkerthez a Bárány utcán kerünk fel, ez nem önmagában érthető. Egy nagyon izgalmas szakasz előtt vagyunk, a kollégáimmal bejártunk minden lehetséges útvonalat, de igazából a Bárány utca mellett az döntött Pécs belvárosában, itt körünkben szerintem fotósként Vanik Zoltán, aki 2002-es Tour de Hongrie győzteseként, 2003-ban még versenyzőként ez az utcán bizony tolnia kellett a biciklit. Borzasztó meredek emelkedőről beszélünk, ami hát nem Jakobsen és Grönövégen kedvence lesz, de mindenképpen a szurkolók nagy kedvence. Itt arra számítunk, hogy rengeteg kerékpár szerelmes ott fog tolongani az utak mentén, bármelyik hegyre is nézünk, akár a meccsek keleti vagy emelkedő, vagy pedig a pécsi belvárosban. És jó eséllyel majd a negyedik szakaszon is nagyon-nagyon sokan lesznek. Kiderül, hogy merre megy majd ezen a napon a mezőny. Martonvásáron található hazánk egyik legszebb gótikus építménye. A Brunswick kastély és parkja elképesztő látványt nyújt a turisták számára. A verseny 5 kategorizált emelkedőt tartalmazó 206 km hosszú királyetapja egy új helyszínről, Martonvásárról a Brunswick kastély szomszédságából rajtol. Az észak felé haladó mezőny előbb 3 gyorsasági részhajrával szembesül Etyeken, Bicskén és Esztergomban, majd a Pilis csúcsai felé veszi az irányt. A Pilis-szántói meredek 3. teljesítése után dobogókő következik, mely a túr történetében először lesz hegyi befutó házigazdája. A 2646 méternyi szintemelkedést tartalmazó szakaszon szinte biztosan eldől az összetett győzelem sorsa. A Visegrádi hegység legmagasabb pontja a dobogókő. Tetejéről kiváló kilátás nyílik a Dunakanyarra, ráadásul gazdag a növény és állatvilága. Szintén itt van sorainkban Szabó Tibor Martonvásár és Peller Márton Pilis-Szentkereszt polgármestere is. Hallottuk, gyakorlatilag itt eldől majd az összetett. Ez azt is jelenti, hogy nincsen kékes, erről egy kicsit később majd még beszéljünk, de mit vársz ettől a szakasztól, ami azért jó néhány magyar kerékpáros, profi kerékpáros kedvenc edzés útvonala? Hát olyannyira kedvenc útvonal, hogy igazából tőlük kértünk útvonaljavaslatot. Nyilván nekem is vannak személyes élményeim régi versenyző és időszakomból, de ki tudja esetleg most, hát ha az utak meredekebb lettek, vagy esetleg valamik út nem alkalmas a versenyzésre. De ugye dolgoztunk a Magyar Közúttal közösen, hogy ők is hogy tudják esetleg szépíteni, alakítani az útvonalat. Van egy kritikus lejtőnk ezen a szakaszon, de szerencsére ezt is valószínűleg biztonsága megoldják májusig, és hát ki más, mint Walter Attila volt az első számú tanácsadónk ebben a kérdésben, akinek a kedvenc edzőhelyszíne a Pilis, és ez az emelkedő. És a bringás körülben csak mészégetőként emlegetett Pilis-szántói emelkedő, amely a maga 15%-os meredekségével háromszor is fölmen vele, egy igazán izgalmas, döntő fontosságú lesz a verseny során. És onnan már csak 5 kilométerben dobogókőig, egy igazán kemény szakasz előtt vagyunk. Nagyon izgatottan várjuk, és láttuk is, hogy milyen gyönyörű szép táján megy Magyarországnak a mezőny, szinte végig egyébként. A kékesre rá kell kérdeznem, hiszen biztos sok szurkolónál előjön, hogy úristen, idén nincs a magyar áldű ez, ami nyilván nem ugyanaz, de hogy megszoktuk, hogyha Tour de Hongrie, akkor az kékes. Igen, azért azt is szeretnék bemutatni, hogy kékesen túl is van hegy Magyarországon, még ha nem is olyan magas, de kihívásában mindenképpen hasonló lesz, illetve izgalmasabb tud lenni a többszöri felmenetellel. Ez egyrészt, másrészt pedig van a verseny mögött egy komoly kihívás, hogy logisztikai kihívásoknak kell megfelelnünk. Ráadásul a versenyen mi is szeretnünk egyre inkább zöldülni, ami egy kicsit furcsa talán, hogy egy kerékpárverseny szempontjából ez fölmerül, de bizony azért nekünk egy szakaszon mozgatnunk kell a teljes mezőnyt, ez több száz autó, száznál több járművet jelent, kamionok, buszok mozognak a verseny során, azért nagyon nem mindegy, hogy milyen messze van a szálláshelytől egy szakasz rajt vagy célállomása. És ez a logisztikai központok a verseny sem úgy alakulnak ebben az évben, hogy a Balaton nyugati oldalán, illetve Budapest térségében lesz a másik logisztikai központ, és ebbe nem fért már bele az, hogy még menjünk 150-200 kilométert a kékesig, de
abszolút nem érzem ezt kompromisszumnak, mert hogy maga a dobogókő és a Pili is magában rejti azt, hogy nagyon közel vagyunk a fővároshoz, ahol rengeteg kerékpáros szurkoló van. Én arra számítok, hogy teltház lesz az utak mentén a bringás szurkolókból a Pilisben. Legyen így. Azt gondolom, hogy az elhangzottak alapján már olyan hatalmas meglepetést nem okozunk az utolsó szakasz útvonalával. Jöjjön az ötödik, a befejező etap. Budapest nem csak hazánk turisztikai, kulturális és sportfővárosa, hanem egyben közlekedési központja. A főváros alapításának 150. évfordulóján egy 150 kilométeres etappal tér vissza a Tour de Hongrie Budapestre. A mezőny a budai rakparton a Műegyetem elől indul útnak, majd Budapest legikonikusabb látványosságai előtt halad el 15 körön keresztül egy csaknem 10 kilométeres körpályán, mielőtt visszatérne a rajt és cél helyszínre. A Gellért-hegy, a Budai Várnegyed, a Széchenyi Lánchíd, a Parlament vagy a Margit-sziget egyaránt festői hátteret biztosíthatnak a vélhetően sprintbefutóval végződő szakasznak. És megtisztelt bennünket Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, és kérem köszöntsék őt is nagy tapssal. Minden évben úgy szurkol az ember, hogy legyen Budapest, hiszen mégiscsak, ami a franciáknak mondjuk Párizs, az nekünk Budapest. És itt most nem csak az van, hogy egy részén megy a mezőny, hanem gyakorlatilag a legeslegszebb részein. Mennyire ambiciózus ez a terv, mennyire biztos, hogy ez lesz majd az útvonal, és mit vársz ettől a szakasztól? Hát egy álom valósul meg, én azt gondolom ebben az évben, és nagy köszönettel tartozunk a fővárosnak azért, hogy ezt az útvonalat engedik, mert azért, ha belegondolunk, itt két hidat is lezárunk arra az időszakra, és nagyon fontos közlekedési útvonalakat veszünk el néhány órára a várostól, de azt gondolom, hogy ezzel adunk is rengeteget, és az, hogy a fővárosban egy ilyen kerékpáros rendezvény, a kerékpározásról is szól, ez mindannyiunk számára, a főváros számára is nagyon fontos. Egyébként ezelőtt jó néhány évvel, amikor még az olimpiai jármokat dédelgettük, ott is volt pici szerepem abban, hogy a végül nem megvalósult olimpiai útvonalat összeraktuk, és akkor kb. Ez volt a fejünkben, hiszen ezek a legszebb helyszínek a városban, ugye a két Dunapart, bármelyik oldalról ezek a másik oldalra, mind a két oldal gyönyörű, a hidak, a Lánchíd, ugye az újonnan átadásra kerülő Lánchíd, a Budai Vár, gyönyörű szép helyszíne. Ami egy kicsit nehézség volt az útvonalban, hogy ezen a körpályán, amit így láthattunk az előbb a képen, a mezőny éppen a Tour de Hongrie méretén miatt nem fér el a célterületünk, tehát nem tudunk a rajtcélterületet rátenni erre a körpályára, ezért egy kis nyere van ennek a tepsinek, úgymond, és ezért került a Műegyetem rakpartra a rajt és a célterülete a versenynek, ami megint csak ad rengeteg lehetőséget arra, hogy a versenyből a legtöbbet kihozzuk. És arra is a nagyon sok szurkolót legyen. Köszönöm szépen, hogy segítettél, majd kicsit később még beszélünk. Most összességében jön egy igencsak szakavatott vélemény az idei Tour de Hongrie-ról, hiszen Walter Attila ugyan versenyzőként nem lehet majd jelen, hiszen máshogyan alakult a programja. Nyilván van rálátás a korábbi győztesként, hogy milyen a 2023-as út. Sziasztok, Walter Attila vagyok, a Jumbo Viszmo kerékpárosa. És itt a te idei emelkedőkön egy kicsit a Tour de Hongrie-ról szeretnék beszélni, és a szuper szakaszairól, hiszen az idei évben két hegyi szakasz is lesz, a harmadik és a negyedik szakasz. Az egyik nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, ugye a dobogókői szakasz, mondanom sem kell, ez nagyon közel áll a szívemhez, szerintem már több százszor felmentem ezeken az emelkedőkön. Itt töltöttem gyakorlatilag az egész eddigi karrieremet, úgyhogy nagyon örülök, hogy egy ilyen neves verseny, amire adásul Pro Series lesz a 2023-as évben, ezeken az emelkedőkön fog menni, és hogy gyakorlatilag itt fog eldönni szerintem az összetettnek a sorsa. Volt szerencsém 2020-ban megnyerni az összetettet a Kékestetőn. Egy remek napot fogtam ki, és el tudtam lépni az utolsó kilométeren, és az talán a életem, a karrierem egyik legszebb pillanata, legszebb pontja, és az örökké el fog kísérni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy még nagyon sokszor vissza tudok térni a Tour de Hongrie versenyére, hiszen nagyon sokat adott nekem, nagyon sokat adtak ott a szurkolók, és azt érzem, hogy én is vissza tudtam ott adni egy keveset a nézőknek, a szurkolóknak.
úgyhogy ebből minél többet szeretnék én is kapni, és minél többet szeretnék visszaadni, amihez remélem, hogy sokszor ott tudok majd lenni a mezőnyben. Az idei Tour de Hongrie mezőnye szerintem az elmúlt évek legerősebbje lehet, hiszen Rossi Rizé lépett elő a verseny, és nagyon sok meredek kaptazót tartalmaz a verseny, úgyhogy nem csak óriási sprinter sztárokat várok, hanem nagyon sok neves hegyi menő is itt lesz a versenyen. Nagyon nehéz megmondani így előre, hogy ki fog nyerni, ki milyen formába érkezik, de biztos, hogy nagyon sok csapatnak nagyon fontos verseny lesz, hiszen rengeteg pontot lehet gyűjteni, és rengeteget lépett előre a verseny is, úgyhogy egy nagyon niós megmérettetésről lesz szó. Tényleg igazi nagy sztárokat láthatunk majd itt a mezőnyben. Talán sokan emlékeznek, annak idején volt egy Pannon Cycling Team, ami nagyon sok magyar kerékpárosnak segített. A jó hír, hogy idén újra van egy magyar kontinentális csapat, méghozzá az Epronex Hungary Cycling Team, úgyhogy most egy picit ezzel az együttessel ismerkedünk meg. És nem csak az Epronex színeiben lesznek magyar versenyzők reményeink szerint, hanem más csapatoknál is. Többek között Kusztor Péter és Filutás Viktor. Elsőként Kusztor Pétert kérném, hogy fáradjon fel a színpadra, aki szintén többszörös magyar bajnok. És akinek tavaly emlékezetes hősies Tour de Hongria volt, Filutás Viktor. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok. Peti, láttuk az útvonalat. Hogyan tetszik? Mit gondolsz, mik az első benyomások? Köszöntök mindenkit először is. Örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást. Nekem nagyon tetszett az útvonal, tehát tudom, sok mindenkinek hiányzik a kékes, de szerintem ez így is elég nehéz lesz. Úgy gondolom, az első szakaszt nem annyira ismerem. A balatoni szakasz az a szívemhez nagyon közel áll, hiszen sok időt töltünk ott, a telkünkön, úgyhogy nagyon ismerem azt a részt, nagyon szeretem. Hát a dobogókő is természetesen a szívemhez közel áll, hiszen a legtöbb magyar kerékpár versenyzőnek az edzés színhelyének a nagy százalékát azt teszi ki, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy remek szakasz lesz. Régen is volt ott ugye sok verseny, és tényleg a nézőkben biztos vagyok benne, hogy nem lesz hiány, tehát sőt, én úgy gondolom, hogy többen lesznek, mint a Kékestetőn, hiszen a Budapest közelsége azért vonz mindenkit. Ja, a pécsi szakaszból kihagytam, hogy azt a bizonyos falat, ugye abban a bizonyos évben azt én is megmásztam. Tudom, hogy tényleg nem egyszerű, tehát elképesztően meredek, keskeny az út, tehát nagyon észnél kell lenni. És a természetesen Budapest, ugye az úgy gondolom, hogy minden magyar kerékpáros nagy álma, hogy ott versenyezhessen, akár bármilyen sporteseményről beszélhetünk. Tényleg egy nagyon jól néz ki, hogy az egész 150 kilométer ott fog menni a város közepén igazából, tehát én úgy gondolom, hogy remek kis verseny lesz, és tényleg nagyon tetszett nekem az egész útvonal. De nagyon különleges magyar versenyzőként, adott esetben korábban magyar bajnoki trikóban tekerni a Tour de Hongrie-n, mondhatjuk, hogy mondjuk a te évednek is az egyik, hanem a legfontosabb versenye lesz? Én is szeretnék mindenkit üdvözölni, és igen, hát ugye háromszor teljesítettem a Tour de Hongrie-t magyar bajnoki trikóban. Ez lesz most idén a 8., és mindenki tudja, hogy az egyik legszívhez közelebb álló versenyem ugye a magyar körverseny.
nyilván nagy prioritást élvez ebbe az évbe is számomra, szóval nagyon örülök ennek, ezeknek a szakaszoknak főleg, meg hogy nem lesz kékesi befutó, ez minden évben egy rémálom. És ugye a budapesti befutót ugye hát minden évben visszasírjuk, nem sokszor volt, azt hiszem csak kétszer volt budapesti befutónk, és a két évvel ezelőtti budapesti befutón ugye pont Emnésbe tudtam lenni, és nagyon sok barátom és családtagom kint tudott lenni, szóval ennek különösen örülök, hogy ott lesz még egy befutónk. Szóval igen. Még egy kicsit kérlek, a csapattársaitok szemében milyennek számít ez a verseny, erről meséljetek. Tehát amikor a Novo Nordisk csapattársaival beszélgetsz, vagy hát a te csapattársaiddal a csapaton belül nyilván, akkor ők mit mondanak erről a Tour de Hongriáról? Tényleg szintet lépünk évről évre? Igen. Tehát nagyon szeretnek ide járni. Ugye sajnos limitálva van, hogy hány fő tud indulni a versenyen, de mindig mindenki mondja, hogy úgy nagyon szeretnének jönni, szeretik az egész közeget, a hangulatot, az útvonalat is, és természetesen igen, szintet lépünk, tehát minden téren úgy gondolom, hogy a verseny az fejlődik, ugye a tavalyi évben is szerintem nagyon jó volt, idejében még mi újat tudnak, azt nem tudom, de én úgy gondolom, hogy igen, fejlődik, és tényleg szeretik a versenyt, úgyhogy én részemről csak pozitívumot hallottam, úgy pont az egyik csapattársam, ő közeli barátja Mark Cavendishnek, és ő is mondta, hogy mindenképpen szeretne visszatérni, hiszen a Giro d'Italia ugye itt volt, és mondta, hogy nagyon-nagyon tetszett neki minden, úgyhogy mindenképpen szeretne visszatérni valamikor valamilyen formában. Nem akármilyen feladat a szervezőknek, Filu, te az ilyeneket beszoktad vállalni, tiéd lesz az első rész, hajrá az egész Tour de Hongrin idén. Hát remélem, hogy ha be is válom, akkor nem úgy fog alakulni, mint tavaly, hanem hogy a verseny kimenetele. De igen, szintén az én csapatom is nagyon szeretett volna visszatérni erre a versenyre, mert tavaly ugye nem tudtak részt venni rajta, viszont most azzal, hogy én ebbe a csapatba kerültem, azzal ugye meghívást nyertek ugye a Tour de Hongrira. Nagyon várják már a szakaszokat, én is nagyon vártam már, hogy kiderüljenek a szintek, meg hogy hány kilométer. Szóval már súnyiba csináltam pár képet a grupba, és már küldtem a srácoknak, és már kaptam rá sok, nagyon sok like jelet, meg szívecskés emojikat, szóval mi is nagyon várjuk a versenyzést. Kívánjuk, hogy a lehető legjobban sikerüljön a felkészülés, aztán maga a verseny is, aztán csatázatok szökevényként előre a szakaszgyőzelemért a végén. Köszönöm szépen. Így legyen, köszönjük. Hölgyeim és uraim, Kusztor Péter és Filutás Viktor. Még több magyar versenyző is itt lenne, hogyha nem lenne éppen edzőtáborban. Karl Ádám például így van ezzel, úgyhogy ő videó formájában köszönti az itt lévőket és az otthon az M4 Sportot figyelőket. Nekem a Tour de Hongrie igazából a kedvenc versenyem. Nagyon sok külföldi és hazai verseny is jártam már, de egyet se tudok ehhez mérni. Az, hogy tényleg olyan utakon, ahol még gyerekkoromban, vagy akár így a mindennapokban edzek, arra megyünk, illetve hogy barátok, családtagok, rokonok az út mellett szurkolnak, nekem ez egy megfizethetetlen érzés. Örülök, hogy Pro Series szintre lépett a Tour de Hongrie, hiszen ilyen magas besvásó versenyen még nem vettem részt, és a párizsi olimpiára is több UCI pontot lehet ezáltal majd gyűjteni a versenyen. Tavaly 4 sprint szakasz volt, idén 3 valószínűsíthető, az első, a második, illetve az utolsó, a budapesti szakasz. Nekem ez a 3 lehetőségem lesz, az első 2, illetve az utolsó szakasz. A budapesti szakasz előről láthatólag az lesz a kedvencem, a favoritom, hiszen 2 éve is itt volt a befutó. Nagyon jó hangulatú verseny volt, rengeteg szurkoló volt. Tour de Hongrie során már 4-szer végeztem top 10-ben. Mindig egy jó emlék maradt számomra, azonban idén nagyobb célom van. Szeretném megmutatni, hogy magyar csapatból is igenis fel lehet venni a versenyt a legmagasabban jegyzett sztárok ellen. Úgyhogy ezzel kapcsolatosak a céljaim is az idei évben.
A Tour de Hongrie szervezői minden évben igyekeznek felhívni a figyelmet egy kerékpározással kapcsolatban rendkívül fontos és meghatározó dologra, ilyen volt például a másfél méteres távolság, idén pedig a bringasuli az. Most így végig gondoltam, én is majdnem mindig pont ezeket megcsinálom, mielőtt elindulok egy-egy kerékpáros körútra. Miért gondoltátok azt, hogy idén ez lesz a középpontban? Nem csak egyszerűen középpontba tettük ezt, nem csak támogatjuk ezt az ügyet, hanem mi magunk is foglalkozunk ezzel, és mi magunk építjük azt a tudásbázist, ami ahhoz segíti hozzá a gyerekeket, pedagógusokat, hogy a közlekedés biztonságosabb legyen, a kerékpáros közlekedés biztonságosabb legyen. Van egy ilyen saját tantárgyunk, pedagógus, akkreditált pedagógus továbbképzésünk, amely mind-mind a közlekedés biztonságról szól. Maga a bringasuli, amit most előbb láttunk, ezt a videót, ez egy honlapról kivágott videó, a több tucat közül az egyik, amely a bringasuli.hu-n megtalálható, ahol interaktív játékokkal, játékos videókkal, kresztesztekkel és pedagógus továbbképzési információkkal segítjük a szülőket, gyerekeket, pedagógusokat abban, hogy a kerékpáros közlekedés egyre biztonságosabb legyen, általában a közlekedés biztonságosabb legyen. Sajnos nagyon sok balesetről hallottunk hírt, akár profi kerékpárosok esetében is, és ez mindenképpen egy nagyon fontos cél, és szerintem itt nagy tapsot megérdemel, hogy idén erről van szó. Nagyjából a végére értünk, de azért egy összefoglaló mondatra téged is kérnének, hogy ez az útvonal, ez mennyire tetszik, hogyha az elmúlt évekhez képest, akkor preferenciát nézve nálad hol található a 2023-as, nagyjából 880 kilométer. Ez a kérdésen nehezen válaszolok, hiszen én ebben az útvonalban élek most már hónapok óta, és mi már nem a nagy képet látjuk csupán, hanem a utcaszintű problémák megoldásán dolgozunk a kollégáimmal. Én arra számítok, hogy olyan partnerekkel, akik együtt dolgozunk, a városaink, a polgármestereink, a Magyar Közút, a Városi Közutak, a Budapest Közút, a Láncidat építő cég, szóval, hogy rengeteg olyan cég dolgozik a verseny mögött, akik és szervezet és személy és segítő, aki hozzátesz ahhoz, hogy a verseny biztonságosan lebonyolódjon. A mi dolgunk az, hogy ne megteremtsük ennek a lehetőségét, hogy egy biztonságot, folyosót biztosítsunk az úton a rendőrség hathatós támogatása mellett. És utána a versenyzők már megoldják azt, amire szükségünk van, az, hogy a nézők utána oda kattintsanak a tévére, hiszen azért tudjuk az elmúlt évekből, hogy milliók kattintanak, ülnek le a tévé elé a világon, hogy a Tour de Hongrie versenyét nézzék, és mindeközben úgy mellékesen látják Szent Gotthártól Budapestig a Magyarország tájait, a Balatont és minden településünket. Én nagyon örülök annak, hogy itt állhatok, és hogy itt lehetek önök között, mert valóban egy álom valósul meg. Tehát ez én munkám a legszebb munka, szerintem a Földön, amit el lehet képzelni. Akkor sok sikert kívánok az álom megvalósításához. 70 nap múlva tehát kezdődik a 2023-as Tour de Hongrie. Köszönöm szépen valamennyi vendégünknek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és megtisztelte jelenlétével az idei útvonal bemutatót, a nézőknek pedig a figyelmet odahaza. Nézzék addig is az M4 Sportot, a viszontlátásra!